Ludovika Podcast. Tudomány mindenkinek. Kedves hallgatóink, önök a Ludovika Podcast legújabb adását hallják, melyben arról fogunk beszélgetni, hogy egy egyetem, különösképp a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, miként járulhat hozzá a fenntarthatósághoz szükséges fordulat megtételéhez. Beszélgető partnerem, Kemény Gábor, az egyetem fejlesztési rektor helyettese, a Közszolgálati Egyetem docense, aki korábban az OTP zöld programját is vezette, illetve előtte az Agrárkazdasági Kutatóintézetet is. Köszöntöm a stúdióban. Én is mindenkit szeretettel köszöntök. Én Cipán Katalin vagyok, a Környezeti Fentarthatósági Intézet munkatársa és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Fentarthatósági Fejlesztési Programjának szakértője. Kezdjük is a beszélgetést. Rektor Helyettes úr, mit jelent ön számára a fenntarthatóság, és miért kezdett el ezzel foglalkozni? A fenntarthatóság egy, egy hármas osztatú ö, jelenséget ö, jelent számomra, gazdasági, társadalmi, környezeti fenntarthatóságot. Ezzel a témával gyakorlatilag egy nem is korom koromóta foglalkozom, a közgazdaságtudományi egyetemen végeztem, ott alapvetően a gazdasági fenntarthatóság volt a fókuszban de már ott is megjelent a környezeti fenntarthatóságnak a kérdése. A társadalmi fenntarthatósággal a, az első munkahelyemen az Agrárgazdasági Kutatóintézetbe kezdtem el foglalkozni a vidék fenntarthatósága kapcsán, és akkor szembesültem azzal, hogy a gazdasági fenntarthatósághoz képest a társadalmi fenntarthatóság, vagy a szűk véve a vidék fenntarthatóság az egy sokkal ö, ö, kevésbé meghatározott fogalom volt, és aztán amikor az OTP-ben kezdtem el dolgozni, akkor szembesültem azzal, hogy a környezeti fenntarthatóság, bár makroszinten egy, egy viszonylag jól definiált ö, ö, jelenségnek tűnik, ö, hogyha belemegyünk a mikroszintbe, a háztartásoknak a szintjébe, a vállalatoknak a szintjébe, akkor ez egy ugyanolyan rosszul definiált ö, dolog. Tehát amikor a sarki fűszeres megkérdezi tőlünk, hogy hogyan kell fenntarthatóan működnie, akkor nem tudunk rá egy határozott választ adni. És ezzel foglalkoztam tulajdonképpen az OTP-ben is, hogy próbáljuk meg olyan szintig lebontani a fenntarthatóságot, a környezeti fenntarthatóságot, hogy az a vállalatok számára is egy értelmezhető dolog legyen, és valóban tudjanak ők is felelősen dönteni, hogy fenntarthatóan akarnak működni, és ez a fenntarthatóság és számukra pontosan mit is jelent. Köszönöm. Ez egy kemény kihívás ennek a három lábnak az összehozása és az egymással való Kapcsolatának az értelmezése. Úgyhogy ezekre az alapokra építve, mi az ön víziója itt az Egyetemen? Hogyan tudunk mi hozzájárulni egy ilyen fordulathoz? Mi kell ehhez? Amikor végig gondoljuk az Egyetemnek a működését, akkor mondhatnánk azt is, hogy tulajdonképpen az Egyetemnek nincsen sok dolga a fenntarthatóság, a környezeti fenntarthatósággal első körben, hiszen hiszen nem nagy fogyasztója a természeti erőforrásoknak. Viszont amikor tágabban kezdünk ránézni az Egyetemre, akkor világosá válik, hogy ahhoz, hogy tudja szolgálni a fenntarthatóságot az Egyetem, ahhoz, ahhoz arra is gondolnia kell, hogy alapvetően egy oktatási intézményről van szó, tehát az, hogy az egyetemi polgárok mit tapasztalnak fenntarthatóság szempontból, mit tanulnak, Mit látnak, és aztán milyen üzenetet visznek magukkal, az egy kulcskérdés, és az egyetemnek egy alapvető feladata az, hogy a fenntarthatósági gondolkodást, legyen az környezeti, társadalmi vagy gazdasági fenntarthatósági gondolkodás, azt beleplántálja az itt tanuló ö, 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 kollégákba, a, a, a kutatókba. Tehát én azt gondolom, hogy egy, egy nagyon komoly feladata van az egyetemnek nem elsősorban az operatív működése kapcsán, hanem a tananyagok, a kutatási témák kapcsán ezekben a területekben mindig-mindig meg kell jelenjen a fenntarthatóság, viszont az operatív működésnek egy nagyon fontos aspektusa az, hogy ugyan egy egyetem nem nagy felhasználója természeti erőforrásoknak, akár mondjuk ipari szektorokhoz képest, de az egy kulcskérdés, hogy mégis felelősen, gondosan, hatékonyan bánjon ezekkel az erőforrásokkal fenntarthatóan, mert ez az a minta amit a hallgatók látnak, és ez az a minta, ami őket nevelheti azt, hogy amikor kilépnek az egyetem falai közül, akkor ők maguk is fenntarthatóan kezdenek keviselkedni. Igen, ezzel maximálisan egyetértek, mert hogyha ha a, az oktatás tartalma és a környező világnak a működése az teljesen ketté válik, akkor, akkor ellentétes irányba hatnak. Tehát még csak az sem elég önmagában, hogyha tényleg figyelünk arra, hogy a beszerzéseinknél, a beruházásainknál, vagy az intézmény működtetésénél figyeljünk a környezeti szempontokra, minimalizáljuk az ökológiai lábnyomunkat. Szintén egy újabb kérdés, hogy hogyan lehet azt validálni. Ha ezt a hallgatók nem tudják, tehát, hogy, hogy ráadásul a működésnek, amellett, hogy tényleg figyel ezekre a szempontokra, még, még kommunikálnia is kell jól azt, hogy a hallgatók tudják, hogy nekünk ez fontos, hogy az intézmény erre figyel. Tehát, hogy ez egy nagyon izgalmas kihívás, és gondolom, hogy ez az izgalom, vagy ez a kihívás, ez meg fog jelenni a jelenleg készülő intézményfejlesztési tervben, bár az előzőben is nagyon hangsúlyosan megjelent a fenntarthatóság gondolata, de igazából csak ilyen célok és víziók szintjén. Így van, maximálisan egyetértek. Tulajdonképpen azt tudom mondani, hogy, hogy a most készülő, a 2025-2030-as intézményfejlesztési tervben szeretnénk azt megvalósítani, hogy az előző intézményfejlesztés, vagy a jelenlegi intézményfejlesztési tervben megjelenő fenntarthatósági elvet ezt megjelenítsük a mindennapokban átélhető módon is az összes egyetemi intézmény, Tanszékek, karok, az egyetemi polgárok számára. Ezt úgy szeretnénk megvalósítani, hogy egy folyamatos kommunikációban szeretnénk lenni az intézményfejlesztési terv kialakításakor az összes egyetemi polgárunkkal, és egy másfél éves intézményfejlesztési tervezést tervezünk, amikor is először egy, miután a, a fenntartóval, a tanácsadó testülettel, rektori tanácssal átbeszéltük egy mély interjú keretében, hogy ők hogyan látják tulajdonképpen az egyetemnek a helyzetét, jövőképét, misszióját, vízióját. Utána a karokkal, az Ötves József Kutatóközponttal, a Közigazgatási Továbbképzési Intézettel, hallgatókkal ha, ö, folytatunk le workshopokat, és ott vesszük végig, hogy az oktatási, a kutatási, a harmadik missziós területen milyen stratégiai céljaik lehetnek, beleértve a fenntarthatósági célokat, és azután pedig a funkcionális területekkel szeretnénk workshopokat, ahol pedig az operatív működésről beszélnénk a funkcionális területekkel, és próbálnánk azt végig gondolni, hogy hogyan lehet még fenntarthatóban működtetni az egyetemet. És hogyha ezek a workshopok megvannak, utána indul az akciótervezés, végig gondoljuk azt, hogy milyen lépésekre van szükség, hogyan lehet mérni ezeket a lépéseket, milyen eredményeket várhatunk azokhoz, milyen erőforrások kellenek, hogy ezt meg tudjuk valósítani, és aztán mérnünk kell, mert ahogy beszélgettünk is róla, mérés nélkül hiteltelenné válik a fenntarthatóságnak a hangoztatása, tehát ha nem tudjuk pontosan mérni, hogy valóban mi volt a célkitűzésünk, azt elértük, vagy nem értük el, milyen erőfélszítéseket tettünk, és hogyan tudunk még közelebb kerülni hozzá, akkor, akkor nem válik hitelessé az egész tevékenységünk. Én azt gondolom, hogy az intézményfejlesztési terv az egy kiváló lehetőség arra, hogy a fenntarthatóságot olyan szinten a napi működésünkbe is beépítsük a 2025-2030-as időszakban, aminek aztán látható eredményei lehetnek, mindenki számára érzékelhető eredményei lehetnek. Ez egy nagyon izgalmas út, és mindannyiunkat érinteni fog itt az egyetemen, valamennyi egyetemi polgárnak lesz erre lehetősége. Az előbb említettük, hogy ha nem tudjuk leforítani a sarki fűszeres számára, hogy mit tegyen, akkor, akkor elbukjuk tulajdonképpen magát ennek a fordulatnak a lehetőségét. Segítsen nekem egy kicsit leforítani a hallgatók vagy az oktatók szintjére, hogy mit jelent nekik ez az út most itt az elkövetkezendőkben, mire készüljenek, mire van lehetőségük, mekkora lehetőséget kapnak arra, hogy beleszóljanak ebbe a tervezési folyamatba, és hogy és úgy mégis mire gondoljanak, hogy mi az, ami... Ami vár rájuk a következő időszakban. Én azt gondolom, hogy hogy lesz lehetőség beleszólni, közösen akarjuk csinálni az egyetemi polgárokkal ezt a stratégiai tervezést, ezért is törekszünk arra, hogy minél több mindenkihez eljussunk, minél több mindenkivel beszéljünk, és nyilvánvalóan, ha lehet ezt mondani, a kari workshopokon, hallgatókkal végzett workshopokon, ott, ott viszonylag, hogy is mondjam, nagy szabadságot látok abban, hogy végig gondoljuk azt, hogy az oktatásban, a kutatásban, a harmadik misszióba milyen célokat szeretnének, milyen kutatási célokat szeretnének elérni, illetve a fenntarthatóságot, hogy szeretnék ebben megjeleníteni. Ha lehet ezt mondani, akkor a funkcionális workshopoknál az, hogy egyébként mit tekintünk fenntarthatónak, annak az indikátorrendszere, az, az egy viszonylag jól definiált dolog. Tehát az, hogy egy épületet hogy kell fenntarthatóan üzemeltetni, a vízkezelést hogy kell folytatni, a, a, az energetikai rendszert hogyan kell működtetni, ennek megvannak a jó mérőszámai. Itt én azt gondolom, hogy ami nagyon fontos, hogy, hogy ezek valóban, ahogy, ahogy mondta és kommunikálhatóak legyenek, és, és kommunikálva legyenek ezek, a, ezek az indikátorok. És abban én azt gondolom, hogy meg lehet a szabadság, hogy körülbelül hova akarunk elérni, mikorra, mert ez nem csak akár egy, 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 nem csak egy oktatásban, hanem egy egy, 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 egyetem üzemeltetésben is kulcs szerepe van az egyetemi polgároknak, mert bizonyos fejlődést el tudunk érni technológiai elemekkel is, tehát azzal, hogy hogy napelemet telepítünk, teszem fel, vagy energiahatékonyízókat használunk, és a többi, és a többi. De hogy mondani szokás, ugye az épületek azok nem használnak energiát, az emberek használnak energiát. És hogyha mi magunk, az egyetemi polgárunk nem működünk, nem, nem, nem élünk fenntarthatóan, nem ügyelünk arra, hogy fenntarthatóan éljünk ezen az egyetemen, akkor a funkcionális területek legkomolyabb erőfeszítései ellenére sem fognak a megfelelő elvárt értékekre csökkenni azok a fenntarthatóság indikátorok, amik mondjuk jó jellemzik mondjuk egy egyetemnek az operatív működését. Ez maximálisan egyetértek. Csak egy kis sztorit osszak meg, hogy én gyakorlatilag minden munkahelyen, ahol elkezdek dolgozni, az egyik első dolgom, hogy megvárom a takarító személyzetet, és megkérdezem, hogy mi minden történik azzal a hulladékkal, vagy ők hogyan dolgoznak. Mert tőlük lehet a legtöbbet megtudni egy intézmény hulladék gazdálkodásáról, hogy mit hova visznek, hogy hogyan gyűlik, és van ötletük, mert ők akarnak jót, csak meg kell teremteni egyrészt hozzá megfelelő infrastruktúrát, és egyébként meg fenn kell tartani azoknak a céloknak az eléréséhez vezető utakat, hogy, hogy legyen neki megkönnyítve az a dolog, hogy, hogy tényleg tudja szelektíven gyűjteni, tudja tárolni, el tudják majd szállítani, és lássa annak az értelmét, hogy ha ő ezt így csinálja, akkor az valóban megvalósul. De ugyanez igaz, hogy biztos, hogy a konyhai személyzet is pontosan meg tudja mondani, hogy milyen javaslatai lennének a hulladékmennyiség csökkentésére, vagy, vagy mire lenne igénye a hallgatóknak, akár mi mindennel jele, mik mindent jeleznek hozzájuk, meg kell hallgatni, és aztán tánom, ezt át kell váltani intézkedésekre, javaslatokra, néha talán beruházásra is, ezt végig kell gondolni. De de az, hogyha ők partnerek, akkor nagyon sokat el lehet érni. De ugyanez igaz a hallgatókra is, hogy hogyha ha motiváltak a tanulásban, hogyha, hogyha olyan problémákkal, olyan helyzetekkel találkoznak, amit éreznek, hogy érinti a mindennapi életüket és a helyzetüket, akkor sokkal inkább oda fognak vigyelni, mint hogyha elvont abstrakt fogalmakat euh, tanítunk, vagy tanulunk, vagy próbálunk átadni. A másik, ami a mérésre jutott még eszembe, hogy ez igaz, amit nem mérünk, azzal nem foglalkozunk, de ennek pontosan megvan ugyanaz a, az a felelőssége is, hogy amit mérünk, az nagyon a középpontba kerül, és akár le is egyszerűsítheti a döntéseinket, és ami ennek a mérésnek a fókuszán kívül esik, az pedig bár lehet, hogy nagyon fontos, de elfeledkezünk róla. Úgyhogy gondolom elindul valami kutatás itt az egyetemen arra vonatkozóan is, hogy hogyan lehet ezeket jól mérni. Mi, mi minden, mi mindenre gondoltak ennek kapcsán? Alapvetően a gondolkodásunk a, abban, a, a, azon az úton halad, hogy abszolút egyetvert azzal, amit mondott, valami fajta hierarchia rendszert, célhierarchia rendszert kell, és indikátor rendszert kell kiépítenünk, tehát, hogy egyértelműen néhány komoly indikátorral kell kezdenünk, néhány jól magyarázható, jól bemutatható, jól kommunikálható indikátorral, de pontosan azért, hogy hogy az, az apróbb, de, de nem is annyira apróbb részletek ne tűnjenek el a szemünk ezeket az indikátorokat hierarchiába kell szervezni, tehát hogy az elsődleges indikátorok mögött ott kell legyenek a másodlagos indikátorok, a harmadlagos indikátorok, amelyek aztán befolyásolják gyakorlatilag a kulcsindikátoroknak a változását, és azokat is úgy mérnünk és vizsgálnunk kell. Majdnem azt mondanám, hogy, hogy visszacsatolva az előző gondolatra, abszolút egyetértek azzal, hogy az itt dolgozó, élő, tanuló egyetemi polgároknak minden benne van a fejükben, ami egy intézményfejlesztési tervhez, vagy egy fenntarthatósági stratégia kialakításához kell, azért is szánunk az intézményfejlesztési terv megalkotására egy-másfél évet, hogy összegyűjtsük ezeket a, 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 a minden ember fejében meglevő tudás szilánkokat, és ebből egy egységes mindenki által közösen, átélhető, megvalósítható tervet alakítsunk ki, és azért is fogunk elég sokat foglalkozni az indikátorokkal, már most is egészen komolyan dolgozunk azon, hogy ez az indikátorrendszer, hierarchia rendszer kialakuljon, hogy mire odaérünk az intézményfejlesztési tervnek az elfogadásához 2025-ben, addigra meglegyen az az indikátorrendszer, ami mindent lefed, semmit nem hagy, hátul, ha lehet ezt mondani az árnyékban, és mégis egy jól átélhető és, 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 megvalósítható indikátorrendszerként áll elénk. Igen, és hogyha ez az indikátorrendszer horizontálisan mindent áthatóan tartalmazza a fenntarthatósági szempontokat, mind a gazdasági, mind a társadalmi, mind a környezeti, és ráadásul ezeket valamennyire kiegyensúlyozottan, akkor, akkor, akkor erről fog beszélni az intézmény, tehát hogy automatikusan Ebbe az irányba mozdulunk el nekem, az a tapasztalatom, szeretem a, azt az idézetet Eisenhower-től, hogy a terv semmi, a tervezés minden. Tehát, hogy az odavezető út alatt nagyon sokszor elérjük azt a, azt a támogatást, a folyamatban résztvevők részéről, hogy a megvalósítás már szinte automatizmussá tud válni, kivéve azokat, amikhez plusz erőforrások, akár emberi, akár gazdasági erőforrások kellenek, de, de, de úgy tud együtt mozogni egy intézmény. Hogyan látja az egyetemnek a szerepét abban, hogyha ebben ügyesek leszünk és meg tudjuk valósítani, akkor milyen befolyást tudunk gyakorolni akár mondjuk az egész országban a közszolgálatra, a közintézményekre? Hogyan tudjuk ezt a társadalmi szerepet betölteni? Én azt gondolom, hogy nem szabad annál, nem szabad alábadnunk annál, mint hogy egyrészt boldogabb, boldogabb oktatókat, boldogabb hallgatókat és jobb, fenntarthatóbb közszolgáltatásokat eredményezzen az a munka, amit mi itt elvégzünk, és, és, és erre én abszolút látom a lehetőséget, mert hogy ha ez a szervezeti kultúránknak a részévé válik a fenntarthatóság, és erre megvan az esély, azzal, hogy adunk magunknak időt egy intézményfejlesztési tervel ahhoz, hogy, hogy valóban eleget beszélgessünk, ahhoz, hogy megismerjük egymás véleményét, és megtaláljuk azt a közös metszetet, amibe tudunk előre haladni, akkor én azt gondolom, hogy ez egy olyan eredményes munka lesz, ami nem csak a a kutatásainkban, nem csak a minisztériumi háttéranyagokban fog megjelenni, hanem aztán azáltal, hogy szervezeti kultúránká vált, egy olyan pozitív hatást tudunk gyakorolni az összes partnerünkre, ami őket is segíti abban, hogy ebben az irányba tegyenek jó lépéseket. Köszönöm szépen, ez akár Zászlónak is nagyon jó, mert az emberek nem környezetvédők akarnak lenni, nem zöldharcosok akarnak lenni, hanem jobban és boldogabban szeretnének élni. Az, hogy mit értünk jobb alatt, az egy közös normaalkotás kérdése. A boldogsághoz pedig, hogyha belátjuk, hogyha akkor vagyunk boldogok, ha olyan tevékenységet látunk el, ami egy társadalmi közjóhoz, vagy egy környezeti közjóhoz is hozzájárul, az már a Csikszent Mihály, Mihály által is kimutatott boldogságfaktor egy része. Úgyhogy én kívánok ehhez a munkához sok-sok erőt, felajánlom a Környezeti fenntarthatóság Intézetnek a tudását, személyi állományát és a támogatását, mert nagyon fontosnak tartjuk. Önök a Ludovika Podcast legutóbbi adását hallották, kérjük, kövessék a podcastot a továbbiakban is. Kövessék a fenntarthatósági, környezeti fenntarthatósági intézet híreit, programokat a Zöld Szolgálat Facebook vagy az Instagram oldalon, a weboldalon, és ha bármilyen gondolatuk, ötletük van, akkor rosszát megvegyünk, szívesen állunk rendelkezésükre. Köszönöm. Köszönöm szépen. Ludovika Podcast. Tudomány mindenkinek.